Sziasztok! Ebben a videóban a Macska nagy rettegés című könyvről fogok nektek beszélni. Így Halloween előtt szerettem volna néhány halloweeni könyvet is elolvasni, így került ez is a kezem közé. A főhősünk, Geronimo Stilton, nagyon nem szereti a Halloween, mert ő mindig fél mindentől, és hát természetesen így Halloween környékén még jobban megijed mindentől. A történet úgy kezdődik, hogy főhősünk unokatestvére elkezd dolgozni hát egy parti kellékes boltban, és az ottani halloweeni dekorációkat, kellékeket ki szeretnék próbálni valakin, és ki máson próbálja ki, hát Geronimon. Ő persze mindentől nagyon megijed, és először teljesen komolyan veszi, és azt hiszi, hogy szellemek járnak mindenhol. Hát igazából szegény már akkor se tud lenyugodni, amikor kiderül, hogy ez csak tréfa volt, ő már annyira megijedt. Aztán hazamegy, és a testvére kitalálja, hogy írjon egy könyvet a Halloweenról, amit persze ő nem szeretne, de amikor az unoköccse megjelenik, neki nem tud nemet mondani, így hát felkerekednek, és elkezdenek anyagot gyűjteni a halloweeni könyvhöz. A parti kellékesboltban kezdenek, ott is szétnéznek, hogy milyen Halloweenhoz köthető dolgokat találhatnak. Aztán Geronimo asszisztense ajánlja az egyik barátnőjét, hogy tőle jelmezötleteket lehet kérni. Egyébként kiderül, hogy ő egy horrorfilm rendező, mármint ijesztő filmrendező, ahogy a könyvben van írva. Tőle is kapnak nagyon jó ötleteket, és akkor ott kitalálják, hogy tartsanak egy Halloween partit. Közben megírják a könyvet is, és akkor a végén buliznak egy jót. Nagyon ötletesnek tartom, hogy a történet végén elolvashatjuk Geronimo könyvét is, amit ő írt. Olvashatunk jelmezötleteket, egyébként az nagyon sok és nagyon részletes van, az tetszett nekem a legjobban ebből a részből. Olvashatunk recepteket, ez már annyira nem tetszett, de nyilván gyerekeknek ötletes. Ami még nagyon jó volt, hogy van a könyvben ültetőkártyához minta, és akkor azt le lehet fénymásolni, és akkor azt kirakhatják a gyerekek. Vannak benne még dekorációs ötletek, hát én ezt elég kevéskének éreztem, én ebből még egy kicsit tudtam. Úgy vártam volna, lehetett volna több is, és hát voltak játékötletek is, hogy miket lehetne egy halloweeni bulin játszani. Na hát ettől a résztől nem voltam elragadtatva, mert láttam benne azt, hogy tanítani akarják a gyerekeket, tehát megvan benne ez a szándék, hogy tanuljanak valamit, de hát nem tudom, melyik gyerek akarna ilyeneket játszani. Mancstorna, bal kézzel fel kell írni egy nyelvtörőt, Vampir ABC, visszafele kell elmondani az ABC-t, szóval, hogy aranyosak, megtanítani akarnak, de én azért ettől egy kicsit többet vártam volna. Én összességében egy nagyon aranyos történetnek tartom, és bátran odaadnám a gyerekek kezébe, főleg így Halloween környékén. Bár vannak benne szellemek, meg sok mindentől megijed Geronimo, de mindig kiderül, hogy igazából nem volt ott semmi, és csak az árnyékától is képes megijedni, úgyhogy a félősebb gyerekek is nyugodtan olvashatják, szerintem ettől nem fognak rosszat álmodni. Nagyon szeretem ezekben a könyvekben, hogy minden oldal nagyon színes és rengetegféle betűméret, betűforma található a könyvekben. Ez határozottan fenntartja a gyerekek érdeklődését, és így ők is szívesen olvassák. Én ezt a könyvet 4,5 csillagra értékeltem, és örülök, hogy elolvastam. Írjátok meg kommentben, hogy ti miket olvastatok így Halloween előtt. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a következőben. Sziasztok!